A Gólyahír Egyesület az ország minden megyéjében felkészült szakemberekkel áll a várandós kismamák rendelkezésére. Számtalan esetben nyújt nekik segítséget, immár 18 éve. Vendégünk a stúdióban Jávorné Herdei Renáta, a Gólyahír Egyesület megyei elnöke, megyei képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Milyen gondolattal született meg annak idején a Gólyahír Egyesület 18 évvel ezelőtt? 18 évvel ezelőtt az Egyesület elnöke azt az érzést fogalmazta meg magában, hogy nagyon sok olyan esetet hallott abban az időben a híradásból, amelyek újszülött gyilkosságokról, elhagyott csecsemőkről, újszülöttekről szóltak, és ezen a helyzeten próbált segíteni azzal, hogy életre hívta az Egyesületet, akik elsősorban a válsághelyzetben, krízishelyzetben lévő várandósokat igyekezett támogatni, és emellett ez a helyzet hozta magával a nyílt örökbeadásnak a támogatását az Egyesület részéről az évek alatt. Hogyan fejlődött a 18 év alatt az Egyesület, illetve a munka, hogyan változott? Igazából az alaptevékenység az nem változott. Most is ugyanúgy, mint akkor, 18 évvel ezelőtt a krízishelyzetben lévő várandósoknak a segítése és a támogatása az elsődleges célja az Egyesületnek. Emellett, mint a segítés egyik formája van jelen a nyílt örökbeadásnak a segítése az Egyesület részéről, de segélyezéssel is foglalkozik az Egyesület, és igazából ezek teszik ki az alaptevékenységet, de szakmai tevékenységet is folytat az Egyesület. Hogyan kerül az Egyesület látókörébe az a kismama, akinek segítségre van szüksége? Alapelve az Egyesületnek, hogy azokat a várandósokat segíti, támogatja, akik saját maguknak kérnek segítséget. Ez nem zárja ki azt, hogy bizonyos szakemberek ebben részt vegyenek. Tehát a szakembereken keresztül jutnak információhoz, mondjuk a várandósok azzal kapcsolatban, hogy az ő élethelyzetükben ez az Egyesület tud segíteni, illetve hát az ilyen hasonló műsorok, mint ez is, viszik az információt arról, hogy ez egy olyan létező Egyesület, aki ezekben az élethelyzetekben, problémákban támogatást tud nyújtani. Mi történik akkor, amikor egy kismama bekopogtat a Gólyahír Egyesület ajtaján, hogy ő bajban van, és segítséget szeretne kérni? Ugye ez attól is függ, hogy kihez fordul elsőként. Van egy ingyenesen hívható krízisszámunk, ami az Egyesület elnökénél van igazából, és akkor ő irányítja adott megyéhez, ahol az illetékes kolléganő dolgozik, az adott esetet. Ilyenkor a megyei önkéntes képviselő felveszi a kapcsolatot a kismamával, és személyes találkozó keretében megbeszélik az ő élethelyzetét, amire megpróbálunk segítséget nyújtani. Milyen lehetőségek vannak a segítségnyújtásra? Ugye változóak az élethelyzetek, változóak a segítségnyújtási formák is. Nagyon sok függ attól, hogy milyen korú a várandós például. Vannak olyanok, akik már azzal a kifejezett szándékkal jönnek az Egyesülethez, hogy ők szeretnék nyíltan örökbe adni a gyermeküket, és ebben kérik kifejezetten a segítséget. Természetesen elmondjuk nekik, miután feltártuk a helyzetet, hogy milyen más segítségnyújtás jöhetne szóba, de el kell mondanom, hogy az esetek többségében ezek szilárd elhatározások, és nagyon kevésszer találkoztam azzal az esettel, amikor ettől a szándéktól eltért a várandós. De a lehetősége meg lenne annak, tehát itt nem csak az örökbefogadás az, ami megoldásként felkínálható. Milyen egyéb lehetőségeik vannak egyébként? Hát például, hogyha adott élethelyzetben egy rövid időn keresztül mondjuk lakhatási problémája van, akkor az Egyesületnek van például krízisszállója. Igaz, hogy ez egy van az országban, ez 100 Halombattán található, de itt el tudja helyezni az Egyesület azokat, akiknek erre igénye van. Vagy például azok, akik titkolják terhességüket, akkor amikor ez már láthatóvá válik, akkor itt kapnak elhelyezést például. Vagy segély babaváró csomagot, magzatvédő vitamint tudunk biztosítani a terhesség időszakában a várandósoknak. Milyen szakemberekkel dolgozik együtt az Egyesület? Megyei képviselők többsége védőnő végzettséggel rendelkezik, vagy valamilyen más segítő szakmából kerülnek ki, és pszichológusok, trénerek vannak az Egyesületben, akik különböző rendezvényeken segítik, hát jellemzően az örökbefogadó családokat.
Elhangzott többször, hogy nyílt örökbefogadásról van szó. Talán nem mindenki tudja, hogy mi a különbség a zárt és a nyílt örökbefogadás között. Egy néhány szót beszéljünk róla. Alapvetően a legjellemzőbb különbség az, hogy a két fél ismeri egymást. Tehát találkozik az mi életet adónak, hogy nevezzük azokat a nőket, akik lemondanak gyermekükről. Tehát az életet adó nő és az örökbefogadó pár találkozik egymással legalább egyszer. Ez általában azért kettő szokott lenni. Egyszer mindenképpen találkoznak a várandóság időszakában, ha időben történik a jelentkezés, és egyszer biztosan fognak találkozni az eljárás folyamán. Ez azonban nem jelenti azt, hogy kapcsolattartás kell, hogy megvalósuljon a szülés, illetve az örökbefogadás után. De nem zárható ki, tehát lehetséges. Nem, hát igazából nem tanácsos ez a kapcsolattartás, és nem is szoktuk javasolni, nem is szokott megtörténni ez. Ez nem szolgálja senkinek az érdekét. Ami változás, már nem annyira friss változás, korábban, hogyha valaki lemondott a gyermekéről, az aláírás pillanatával ez érvényt szerzett, tehát nem tudta visszavonni ezt mondjuk az életet adó nő, azonban 2015-ben lépett életbe az a szabályozás, miszerint ugyanúgy, mint a titkos eljárásnál, 6 hetes meggondolási periódus van, tehát a 6 hét végén nyilatkozhat úgy az életet adó anya, hogy ő mégsem szeretné örökbeadni a gyermekét. Mennyire bevált ez az intézmény, a nyílt örökbefogadás, a 18 év tapasztalatai mit mutatnak? A Gólya Hír Egyesület viszonylatában tudom mondani, hogy ez alatt a 18 év alatt 888 gyermek került örökbeadásra ebben a nyílt eljárásban. Ez azért jó, és szerintem az egyik legnagyobb előnye abban van, hogy már újszülött korban az örökbefogadó szülőhöz kerülhet a gyermek, tehát egyből szerető családba kerül, a kötődés megfelelően tud alakulni, és ez nagyon pozitív a gyermek későbbi élete szempontjából. Tehát ez egy jó eljárás, én azt gondolom, de természetesen nem mindenkinek ez a megfelelő. Ugyanakkor az örökbeadónak is talán megnyugtató lehet, hogyha tudja, hogy jó helyre került a gyerek, ha van egy személyes rálátása. Igen, jellemzően azok, akik ezt az eljárást választják, pontosan ezért döntenek így. Szeretné látni azt, hogy jó kezekbe kerül az ő gyermeke. És itt szeretném azt is megfogalmazni, hogy a társadalom részéről azért még ma is érzékelhető az ellenérzés, ami ezzel kapcsolatban van, tehát elítélik az életet adó anyákat, akik örökbe adják gyermeküket, pedig igazából ez egy nagyon nagy gondoskodás az ő részükről, a lehető legjobbat szeretnék a számukra biztosítani, ha már ők valamilyen élethelyzet miatt ezt nem tudják megtenni. És ez egy nagyon nehéz döntés az ő részükről. Említette, hogy pszichológusok segítenek az örökbefogadó szülőknek, illetve a családoknak, de vajon kapnak-e segítséget az örökbeadók? Hiszen lehet, hogy ez sokszor évek múlva jön elő, igen, esetleg egy újabb gyermek születésénél ezzel a bűntudattal együtt élni, nem, igen, olyan egyszerű. Igen, a szakirodalom is azt írja, hogy ugyanúgy, ahogy van posztabortív szindróma, ugyanúgy posztadoptív szindróma is lehet. Sajnos az Egyesületnek ez nem, nincs a profiljába, nincs az alaptevékenységében ez a fajta utógondozás. Az örökbefogadók részére benne van az utógondozás lehetősége, de az életet adók felé nincsen. Alapvetően, ami biztos, hogyha nem egy titkolt terhességről van szó, akkor a gyermekágyas időszakban ugyanúgy, mint egyébként a védőnő az, aki támaszként ott van, ezek mellett, a nők mellett, de lehetőségként, hogyha ő segítséget szeretne kérni, az Egyesületet természetesen megkeresheti, és a megfelelő szakemberhez tudjuk őt irányítani. Ezt jó tudni. Jávorné Erdei Renáta, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm a meghívást.